Nos, hello mindenkinek, sziasztok, Sáckény Dani vagyok, és íme itt vagyunk egy következő videóban, és most ebben a részben nem más lesz, mint a jól beígért, amit, ja, eléggé régen ígértem, na mindegy. Szóval, a lényeg, hogy most ki is fogjuk elvinni a barátnőjéhez végre, ugyanis, ja, eléggé sokan szeretitek volna azért megismerni, hogy milyen kis barátnője, és most erről lesz majd egy pár videó, de most az első videóban szépen elmegyünk kis barátnőjéhez első sorban, szóval, ja, ennyi a lényeg, szerintem vágjuk is bele. A lényeg, hogy Kis elmondta, hogy eléggé durva küldetéseken kell majd végigmennünk. Szóval, hát kíváncsi ezek, hogy milyen lesz majd az egész. Ére szépen Kis, akkor menjünk, ezt az aranykardot gyors elviszem magammal. Nagyon jobb tucokat nem is igazán tudok szerintem magammal hozni. Szóval akkor menjünk is, a piros jobbikat kéne elvileg követnünk, és oda is fogunk majd szépen érni a helyszínhez, ahova nekünk mennünk kell. Jössz Kis, így is van. Jössz, hát remélem, hogy már várod, hogy találkozhass újra a barátnőddel, szóval meglátjuk, hogy Kisnek vajon ez milyen érzés lesz, és hát azért mégiscsak segítünk ennyiben a kutyánknak, hogy elvigyük őt oda. És hát srácok, hogyha esetleg tetszik nektek ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és hogyha nem tetszik, akkor nyugodtan, de szóval, hogy annyiszor elmondtam már, de mindegy, hogy nem tetszik, akkor nyugodtan diszlájkoljatok, nem lesz vele semmi probléma. Nos, húha, itt is vagyunk az első akadálynál, ahogy látom, ez egy lávás küldetés. Nem tudom, itt hogy kéne úgy átkelnem, hogy Kisnek ne legyen baja, mert igazából attól félek, hogy rám fog tépézni és bele fog esni a lávába. Szóval, nagyon gyorsan kéne szerintem kivinnem, van egy olyan érzésem, jó? Srácok, szerintem akkor egy ilyen nagyon hirtelen ilyet csinálok elsősorban. Még ugye nem tépézik rám, oké, még nem fog rám tépézni. Jajaj, Kis, azért tényleg óvatosan, nehogy izé. Mert tényleg ismerem a kutyát, és ő, ja, szeret ilyen gonosz helyekre leesni. Na jó van. Jó, várjatok, én nagyon-nagyon félek, szóval gyors, szedek magamnak egy-két blokkot, hogyha esetleg leesték, akkor még legyen esélyem túlélni, vagy valami. Mert mégiscsak, na, azért nem akarok meghalni ennyire korán így a videóban, eléggé gáz lenne. Jó, még ennyi blokkot szedek, hogyha nagyon beleesnék a lávába, akkor még talán lenne esélyem. Jó, Kis, nyugi, maradj ott, oké, 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 na. Jó. Jó, megvan, oké, megvan, oké, Kis is megvan. Hú, jó, megcsináltuk az első küldetés, srácok, easy, na, menjünk is akkor tovább, én szerintem, na, várjuk egy nagyon-nagyon minitom másodpercet, ezt így megcsinálom, na, kicsit lejjevettem a hangerőmet, mert ahogy láttam, túl hangos vagyok, remélem, hogy így kicsit talán jobb lesz, és nem leszek túlságosan hangos esetleg. Na, arrafele kéne tovább mennem, ahogy látom, az ott egy ilyen bedrockos cucc, valami fal, de talán nagyon kíváncsi leszek, Kis, nem tudom, hogy te tudod, de hogy mi ez? Mondjuk hát jártál már erre, szóval mondom, hogy tudod. De mindegy, hát kiderítjük. Miért vannak itt kint zombik? Miért vannak itt kint zombik? Jó, mindegy. Ajajaj, jó, oké. Kis rájuk nézett, azt eltűntek. Oké, érdekes volt. Na mindegy. Itt piros gyapjú van valami. Na, kíváncsiak, szerintek mi lesz, srácok? Tippeljetek. Én szerintem lesz benne egy set. Így is van, gondoltam, jól tudtam. Annyira tudtam, srácok, hát mobok voltak itt. Itt van egy órás, egy aréna, egyértelmű, hogy gyémánt szettet kapunk, na mindegy. Jó, Kis, megvársz nekint? Na, oké, álljátok, kiviszem Kist. Így is van, szerintem Kis, te inkább, jaj, Kis, nyugi, oké, nyugi van, Kis. Jaj, Istenem. Na jó van, Kis, kérlek, várj meg kint, jó? Nyugalom, na, szépen ott így várj meg, na. Jó, oké, és na, Ne már! Kizárt! Jó, mindegy, hát kizárták ki, és úgyis ki akartam volna izzelni, mert csak bejött volna. Júj, mennyi mob van! Mennyi mob van, srácok, atya úristen! Ez mennyi amúgy? Ez nagyon-nagyon sok, és még szvannónak még lepókat. Uram, atyám, jó, ez nehezebb lesz, mint gondoltam. Na mindegy, ezek azért, ja, csak meg fogjuk tudni azért őket ölni. Lovak? Miért szvannónak le lovakat? Szegény pacik, őket nem bántom. Na mindegy, jó, gyerünk gyorsak, akkor meg ezeket a izéket, szkeletokat, meg bosszik. Uram, atyám, mennyien vannak itt, meg ilyen láng cuccok. Miért van itt ennyi mob? Miért van itt ennyire nagyon sok mob? Na jó van, nem baj, ezek itt szépen, még a pókok is együttések, amúgy az durva. De jó, hogy dobtok rám lassúságot, gyengeséget, minden dobálnak rám, nagyon jó. Istenem, mennyien vagytok? Mennyien vannak, srácok? Uram, atyám, jó?
Gyerünk szépen ütlegeljük a hobokat, srácok, ezeket ki kell írtani, kísérlet mindent megteszünk, el kell őt juttatnunk a barátnőihez. Jó, a vasgólemeket nem szabad megütni, ők segítenek nekünk, szóval őket tényleg nem szabad bántani. Ha megütök véletlen egyet, akkor meg eléggé nagy gáz lesz, uram, atyám! Hogy kerülsz ide? Jó, együttés volt, jó, a pókokat... Jaj! Jaj, jaj! Jó, oké, ezek együttések szerencsére. Jó, oké, gyerünk, azt is! Azt is jó, megvan, Creeper! Jó, megvan. Na, easy! Ott még van egy-kettő pókja, azokat gyors megöljük. Jó, amúgy a vasgólemek ölik őket. A vasgólemek királyok, meg segítenek. Na! Jó, megütöttem. Nem akartam, bro. Oké, megbocsát szerintem. Jó, oké, még több mob. Jó, nem baj, ezeket is szépen gyors legyőzzük. Még szerencsé, hogy vannak legalább vasgólemek. Ők legalább is segítenek nekünk úgy, ahogy. Vegyünk be azért még egy ópiamat, mert fontos. De remélem, hogy kis amúgy kint közben jól szórakozik amúgy, én miközben én itt szenvedek azért, hogy el tudjam őt vinni a barátnőjéhez, na mindegy. Jaj, ez, ilyen gazdák már csak ilyenek, na mindegy. Jaj! Jó, addig kell megölni a malackot, amíg nem zombi malac emberek. Jaj! Jaj! Jó, oké, megvan. Jó, ezt is megölöm. Jó, nagyon jó. Na, megvan, srácok? Ott a kulcs. Ott egy kulcs, király! Oké, gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy mehetek, ugye? Gondolom, így is van. Oké, na, nagyon jó, kimehetek. Na, gyors visszamegyek, kísér azért. Mert mégiscsak azért ne hagyjuk már itt. Szegény kis, hogyha már belemegyünk. Szia kis, remélem, hogy jól szórakoztál. Ha, jaj, na mindegy, na gyerünk srácok, akkor menjünk tovább. Arrafele van az út? Aha, arrafele van az út, jó. Egyébként amúgy idáig annyira nagyon nem nehéz. Legalábbis hát oké, itt azért tényleg nagyon sok mob volt, meg minden, de azért egy ilyen gyémánt szedbe azért tényleg meg lehet őket eléggé könnyedén ölni, meg minden, szóval, ja! Itt mi van? Balra. Itt balra kell mennem? Vagy balra kell? Mindegy, srácok, én szerintem csak egy csónakot. Mert itt nem nagyon vannak cuccok, szóval én gyors szedek fát, és akkor én szerintem, szerintem ott a folyó mentén kell menni. Szóval, ja, mindegy, akkor gyors csinálunk egy csónakot, aztán azzal szerintem végighajókázunk szépen a folyón, aztán megnézzük, hogy mi lesz ott, vagy mit fogunk ott egyáltalán találni. Kell egy crafting table? Igen. Meg hát azért inkább csinálok pócsónakokat, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor jön jól, vagy értitek. Szóval, ja, nagyon jó, oké, és csinálunk szépen egy crafting table-t, oké. Nagyon jó, és csinálunk annyi csónakot, amennyit csak tudunk. Szépen, így is van, 3 darab csónak, nagyon jó, remélem, hogy elég lesz. És merre kell menni? Arra kell menni, jó. Na! Akkor hát kis úgyis ránk fog tépézni, ő nem tudom, most ő fürdeni fog. Szóval, ja, na akkor menjünk is ebbe az irányba, csak nehogy elém tépézzen kis. Mert akkor egyből szétütődne a csónak meg minden. Ujjaj, itt amúgy vannak ilyen kiállások így a vízben. Azoknak óvatosan kéne csinálni, hogy nehogy neki menjünk, mert még a végén össze fog akkor törni a csónak, és ez annyira nagyon nem jó! Jó, oké. Pont elkerültem, nagyon jó. Ez mi az összes ilyen cucca víz közepén van? Balra, jó. Jó. Ajaj, egyre szűkebb, srácok, egyre szűkebb a folyó. Jó, ez király, az első csónak összetört, nem baj. Jó, oké, menjünk szépen tovább. Jó, szép lassan, csak ne törjünk össze több csónakot, fordulj már meg! Jó, megfordult. Uram, atyám, itt hogy menjek át? Itt hogy menjek át? Jó, oké, nyugalom. Jaj, kis, köszi, jó, oké, szép lassan, valahogy megoldottuk. Nagyon jó, oké, szépen tovább, így is van. Jó, itt balra, itt így szépen gyorsan, kicsit kapcsoljunk rá a sebességre, mert sietünk. Gyerünk, jaj, oké. Jó, itt meg össze kell elvenni, jaj, oké. Kiégek. Jó, oké, még egy futam, gyerünk. Jó, szép, nyugodtan. Jó, oké, itt viszont tényleg lassan kell menni. Jó, oké, meg vagyunk, na. És itt egy falu. Itt kéne megállnunk, vagy nem tudom. Mindegy, én itt megállok. Körbenézek itt még tovább ott a folyónál, hogy itt már nem nagyon látok akadályokat, szóval gondolom, hogy ide kellett jönni. Kis, ide kellett jönni? Ide kellett jönni, kis? Igen, vagy nem? Haló, kis? Figyelj rám, na, ide kellett jönni? Valami? Nem? Semmijel? Jó, mindegy. Hát jó, akkor srácként szerintem nézzünk be a faluba. Itt van egy kovács amúgy, az például eléggé jó dolog. Az például azért hasznos, itt meg van egy kar. Aha. Nem is szó, hogy véletlen van itt egy kar. Aha, itt vannak ilyen cuccok. Jó, ezeket én elrakom. Kis, hol van a barátnőd? Hol van a barátnőd, kis? Itt van bent? Jó, hát akkor benézzek ide, mert gondolom, hogy ide kell a vas cucc. Ne, és tényleg itt van! Srácok, itt van Lola! Úristen, kis! Gyere!
Kis! Kis, gyere! Itt van, nézd ki van itt! Nézd ki van itt, kis! Na! Sziasztok! Wuff wuff! Ó, Istenem! Srácok! Megvan, megvan kisnek a barátja, wuff! Jaj, Istenem, de aranyosak! Jaj! Ez nagyon aranyos! Ez nagyon-nagyon aranyos, srácok! Wuff wuff wuff! Ó, Istenem! Ez nagyon jó! Ez nagyon jó! Ez nagyon-nagyon aranyos, srácok! Jaj, Istenem! Egyen meg őket, wuff és szív! Jaj, Istenem, na jó van! Srácok! Legközelebb itt találkozunk majd, legalábbis hát valamit majd fogjuk folytatni. Hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy like-t és iratkozzatok fel a csatornámra, és akkor legközelebb folytatjuk, és hát írjatok le a kommentben, hogy nem tudom, örültek-e kis barátainak, és ja, ilyenek. És mit tudom én, 3000 like-nál folytatás mondjuk tegyük fel. Na, találkozunk legközelebb, és sziasztok!